Gratulálok az újabb bajnoki címhez. Kérem, hogy foglaljuk össze ezt az évet. Milyen célokkal vágtatok neki szeptemberben, illetve augusztusban, bocsánat? Hát köszönöm szépen a gratulációt. Immár a 10. füves bajnokságot nyertük, zsinórban a 6. Úgy gondolom azért ez elég meggyőző. Nyilván ezek a számok alapján ebben az évben is a bajnok cím, vagy az első közötti szereplés volt, vagy a helyezés elése volt a cél. Hál' Istenekkel sikerült. Meggyőző fölénnyel, legtöbb gólt rúgva, legkevesebbet kapva, azt gondolom, hogy megérdemeltük a bajnoki címet. Nagyon sok bajnoki cím, ahogy mondtad az előbb is. Minden egyes évben van azért még egy motiváció, hogy most újra neki lendülünk, és újra neki, és újra nyerjünk ebbe a következő szezonban? Hát azt gondolom, hogy a sportolóknál ez már egy régi igazság, hogy a győzelmet nem lehet megunni. Az újabb győzelem az mindig motiválja az embert, a csapatot. Ez hál' Istennek nálunk is így van. A fiúk motiváltak, jól küzdöttek, oda tették magukat, ennek volt az eredmény, ez a biztos győzelem. Változott-e a játékos keretetek idén? Én azt gondolom, hogy jelentős változásra mentünk keresztül. Egyik alapemberünk, a Kósa Krisztián, az Németországba ment dolgozni. A Cebei Gergő megsérült, alapemberek voltak, tehát őket tudtuk pótolni. Hál' Istennek van honnan meríteni. A cégnél nagyon sok sportoló dolgozik, és általában ezeket az erősítéseket a cégen belül meg tudjuk oldani. Szívesen jönnek játszani? Én azt gondolom, hogy igen. A csapat összességében jó kollektívát alkot. Meg kell külön említenem a homokmédia idejövő 3-4 régi futballistánkat. Őket úgy tudjuk visszasegíteni, hogy a tőlünk a dolgozókból futballoznak a homokmédias megye 3-as csapatból, így oda-vissza megy a adok-kapok, és így ez jó kiegyenlíti egymást. Ez az újabb bajnoki cím kicsit gyógyír a sebeitekre, amit a téli terem tornán szedtetek össze? Hát én azt gondolom, hogy azon túlléptünk. Nyilvánvaló azért, ha sajnáljuk azt a Szilveszter kupát, mert az egy kicsit úgy érzem, hogy véleményes volt. Ott mindjárt a terem kupával is tudtunk vigasztalódni, mert azt is megnyertük. Tehát ebben az évben, ha úgy veszik, mert a Szilveszter kupa az még tavaly volt, sikerült megnyerni a terembajnokságot, megnyertük a füvet, hát ha összejön az idén a Szilveszter kupa is, és akkor mind a 3 bajnokságot sikerülne megnyerni. Ez elmondom, talán még csak 2-szer sikerült a történetünkben, mert azért 3-at nyerni egy évben azért az nem kis dolog. Van-e egyéni díjazottatok? Igen, Borsos Tamás 20 góllal lőtt többet, mint a második helyzet, ő 60 gól fölött lőtt, azt gondolom, ez is nagyon szép teljesítmény. Következik a megérdemelt pihenő, és utána? Hát azt gondolom, hogy én abba bízom, hogy ősszel újra nekivágunk, vagy augusztusban, és a motiváltság, a célok azok ugyanazok lesznek. Nem lehet megunni? Nem. A győzelmet a soha nem lehet megunni, az kellőképpen motivál mindig. Gratulálok még egyszer bajnoki címhez, és további sikeres folytatást. Köszönöm szépen. Gratulálok a bajnoki címhez, hiszen a Kiskunvin megnyerte a B-liga küzdelmeit. Mikor volt utoljára ilyen sikerélményben részletek? Nagyon szépen köszönjük a gratulációt. Hát egyszer már a Kiskunvíznek a történetébe sikerült aranyérmet nyernünk. Azt hiszem, hogy úgy gondolom, hogy olyan 6 éve ezelőtt, akkor is egy friss fiatal igazolása, aki gólokkal erősítette a csapatunkat, akkor sikerült már egy aranyérmet nyernünk. Most ez a második aranyérmet, amit most a nyakunkba fognak akasztani. Milyen célokkal indultatok ennek a bajnokságnak? Mert nem gondolom, hogy rögtön ugye a bajnoki címet tűztétek ki célnak. Nem, hát a csapatunk az a célra indultunk, hogy az első 3 helyezetben jó lett volna benn maradni, vagy megtartani benne az első 3 helyet, de viszont volt egy fölajánlásom nekem is, én mint személyszállító vállalkozó, hogy ha a csapatunk bent lesz az első 3-ba, akkor szerettem volna elvinni a csapatot egy ilyen közös wellness hétvégés dologra, ami persze természetesen csak egy napos utazással, csak az utazást. Igen, és hála Istennek ez megvalósult. Valószínű, hogy el fogunk menni valahova egy fürdőhelyre, ahol a csapat még jobban, még szorosabban összetart. Ez nagyon jó program, ahogy hangzik. Ehhez, hogy megnyernétek a bajnokságot, kellett-e a csapaton belül változások? Tehát átalakult-e a játékoskör, jöttek-e újak, vagy mentek el régi játékosok idén?
igen, volt változás csapatban. Kettő új játékos sikerült igazolnunk a A-ligából. Ők hatalmas erősítés volt a csapatnak. Én szerintem személyemben nem olyan nagy erősítés, de mindig a háttér az is kell a csapathoz, úgyhogy kettő új játékossal, akik gólerősek és hozták ezt az aranyérmet nekünk. Mikor éreztétek, hogy meg lehet a bajnoki cím? Hát a kiélezett volt a helyzet az utolsó előtti meccs, az utolsó három fordulóban még éles volt a helyzet. Talán az utolsó két meccsen dőlt el, ha nyerünk, akkor miénk az aranyérem. Igen, sikerült nyernünk. Most gondolom, majd az ünneplésé lesz a fő szempont, de jön a pihenő, és utána elindul az új bajnokság. B-liga vagy A-liga? Hát nem szeretnénk a A-ligába főkerülni, nem tudom, hogy milyen lesz a kiírás. Maradjon a B-liga. Ez a csapatnak a erőssége. A csapategység hogy néz ki, milyen nálatok? Maradunk, azt hiszem, hogy maradunk. Mindenki jól érzi magát ebben a csapatban, az újoncok is jól érzik magukat, a régiek meg főleg. Szeretnénk tovább így menetelni. Hát mondhatjuk, hogy amiért létrehozták ezt a bajnokságot, hogy amatőr, kispályás, ladarok bajnokság, annak kiválóan megfelelt. Élvezitek a játékot, és ami jön eredmény, az annak nagyon örül. Igen, a első két fél idő nagyon fontos, de nálunk van harmadik fél idő is. Egy igazi foci csapat, még egyszer gratulálok. Köszönjük szépen!